Na hát eddig Lucának kedveztünk ugye Ádámmal, most pedig az én kedvemért itt vannak a gyönyörű hölgyek. Sziasztok! Sziasztok! Kiszel Tünde és a lánya Donatella. És hát azért jöttetek tulajdonképpen, most arról beszélgessünk, hogy te most megpróbálod a kamera, vagy pontosabban a fényképezőgép túloldán az életet, hogy milyen is az, mondjuk gyönyörű modelled van hozzá, úgyhogy már csak gyakorolni kell. Hogy is van ez? Igen, Donatella lesz majd a modellem. Nagyon szeretek fotózni, hát eddig hobbi szinten próbálkoztam fényképezőgéppel is, ugye okostelefonnal és mobiltelefonnal, és most arra gondoltam, hogy mi lenne, ha kipróbálnám magam kicsit komolyabban, és beiratkoznék egy tanfolyamra, és akkor elsajátítanám a fotózás csínyát, bínyát. És akkor ez meg is történt, és ősztől kezded a tanfolyamot, és akkor lehet, hogy még a végén tényleg mint fotóművészként köszönhetünk itt legközelebb. Azért ennyire ne szaladjunk előre, tehát a fotóművésztől azért még messze vagyok, de hát lehet, hogy érdemes lenne, hogyha tényleg ennyire szeretem, és van hozzá kedvem, akkor miért ne próbálnám ki. Donatella, te a korodból adódóan is ugye a közösségi média és mindenhova tehát tolod fel a képeket ezerrel, tehát hogy te nagyon sokat tanulsz úgy az élettől, hogy ugye, ahogy ezeket csinálod, mindig jönnek a visszajelzések, ez jó, nem jó, hogy azt tanácsokat anyának? Hát szoktam néha, még az elején, mikor még azt sem tudta, hogy mi ez a selfie, akkor így segítettem neki, de most már igazából így tudja magától is, szóval vannak dolgok, amiben jobb is, mint én már. Na és milyenek a képei? Hát ugye te, mint modell, azért róla rengeteg kép készül, gondolom rengeteg fényképet is nézel, hogy esetleg te, mint modell, mit tanulhatsz. Mit látsz? Anyának jók az esélyei? Szerintem abszolút igazából, szóval sok sikert kívánok neki. Családi vállalkozás az mindig jobb tud lenni, mint hogyha idegeneket engedünk be az életünkben, nem? Igen, és egyébként a családi fotókat nagyon szeretjük, tehát mindig fotózkodunk ilyen családi rendezvényeken. Most volt például elsőjén a nővérem születésnapja, ott is készültek képek, akkor ugye nyaralás kapcsán, itt is, mert ugye ki kell posztolni majd a közös képet a közösségi oldalra, hogy itt voltunk nálatok a Fem3 Caféban. Most, ugye most már mindenkinek ott van a kezébe a fényképezőgép a telefonján keresztül, de mondjuk amikor Donatella született, akkor még nyilván nem voltak ilyen készülékek. Akkor is már megörökítettél róla mindent, amit tudtál a digitális gépekkel, vagy még korábbi gépekkel? Tehát, hogy megvan, minden dokumentálva van? Igen, akkor még ugye digitális fényképezőgép is kezdetleges volt, amikor ő született. Akkor még ugye volt a film, 24 kockás vagy 36 kockás, és ugye vittük előhívatni, és izgultunk, hogy milyenek lesznek a képek. De ennek is megvolt a varázsa, és ugye a papírkép azért az mégiscsak más, amit meg lehet fogni, be lehet tenni albumba. Én szeretem bekeretezni is, és kitenni a falra. Úgyhogy nagyon sok kép készült Donatelláról, mikor kicsi volt, hiszen egy éves koráig ugye, ahogy megszületett, hát milyen picike egy újszülött baba, és egy évesen meg már szalad, már jár. Figyeljetek, és hogy vagytok azzal, hogy ugye készülnek, vannak olyan applikációk most már a telefonon, hogy ilyen vicces kutyafület, én tudom, virágkoszorút, bármit lehet az ember feje köré különböző filterekkel változtat az arcunkon, és emiatt néhányan támadtak téged különböző internetes portálokon. Hogy viseled ezt? Ez ugye inkább te gondolom, ezt nem olyan véresen komolyan gondolod, de mégis milyen érzés, amikor szembe jössz? Van olyan képetek tényleg, ami együtt vagytok rajta, nem? Én most jól emlékszem, és ilyen kutyanyelv, meg ilyen igen, valami. De hát az most nagyon nagy divat, tehát sztárok is, még világsztárok is. Én arra kutyatok, nem nektek szól, de szerintem, de én nem tudom. Hát szerintem egy jó pont. Jó, kicsit régi módja, Krisztiánnak ezek nehezen. Ez most trendi, tehát nagyon sokan, és úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom, de valóban igaza van a Lucának, hogy ezt nem szabad véresen komolyan venni, hiszen ez inkább egy ilyen vicces dolog, és aki öniróniát fölvállal, az egy szimpatikus vonás. Tehát én is azért raktam oda egy jó néhány ilyen síró, nevetős smiley-t, meg kacsintós smiley-t, hogy a kedves rajongóim lássák, hogy ez nem komoly dolog, csak kipróbáltam néhány alkalmazást. Hát ha már okos telefonom van és van lehetőség erre, akkor miért ne? Donatella, te jól viseled az ilyesfajta kritikákat, amiket mondjuk esetleg kaptok? Tényleg, mert azért biztos kapsz azért elég sokat, nem? Pozitívat is, negatívat is. Tehát az, hogy te modellként kint vagy az emberek szem előtt, azért az, mutat, jönnek rá visszajelzés. Mit mindenbe belekötnek ma már? Hát igen, persze mindig vannak hideg-meleg igazából, szóval mindig vannak jobbak, rosszabbak, de ezeket tényleg nem szabad felvenni egyáltalán, szóval
De ezt már így édesanyám is mondta nekem már gyerekkorom óta, hogy ezeket sose szabad így komolyan venni, meg semmi. Szóval nem szabad, hogy emiatt elromoljon az ember. Nem is érdemes elolvasni ezeket. Persze, a kommenteket. Szóval, nem szabad, hogy a kedvem elromoljon. Facebookon, hogyha van egy rossz hozzászólás, akkor a kedves rajongóim megvédenek, és kiosztják azt és a kommentelőt, aki általában ugye ezek név és arc nélkül írogatnak. És ugye ez súnyi dolog, mert nem vállalják föl a személyiségüket, a nevüket, arcukat. Köszönjük lányok. Szépen, hogy itt voltatok. Hogyha van időtök, maradjatok, csobbanjatok. Nagyon jó kis meleg van, szerintem 40 fok fölött lesz a hőmérséklet, úgyhogy szeretettel. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És nektek meg kitartást, köszönjük. És jó műsorvezetést. Sziasztok!